Polics József Komló polgármestere, arab negyed készül Komlón? Hát ez jó vicc, és a sajtó megint fölfújt egy témát, mert külföldiek ingatlan szerzése eddig is történt. Most ebben a mai környezetben egy picit érdekes, hogy az elmúlt több mint egy év alatt 17 ilyen megkeresés jött az önkormányzathoz. Valójában egy törvényes rend szerint zajlott ez a folyamat, hisz aki nem az Európai Unió polgára, annak a kormányhivatalon keresztül kell kezdeményeznie az ingatlan szerzését. Ennek az ingatlan szerzést megelőző folyamata azt, hogy a település polgármestere nyilatkozik arról, hogy ez sérte valamilyen önkormányzati érdeket. Hát ilyen érdeket az ember nem tud kitalálni, nem tudtam akkor se kitalálni, amikor horvátországiak vásárolták az ingatlant, még nem voltak Európai Uniós tagok, vagy nem tudok a szerbeknél, montenegróiaknál, hogy csak a közvetlen környezetünkben lévőkről beszéljek. Ebben az esetben sem. Ebből a 17 kérelemből ennek a nagy sajtó vízhangnak köszönhetően utána jártunk, és azt állapítottuk meg, hogy valójában 11 adásvételi szerződés köttetett meg, és ebből nincs egy ott tartózkodás sem, nincs egy lakcímkártya sem, nincs állandó itt töltött idő. Én úgy gondolom, hogy ez az ingatlanvásárlás se Komló városában, se Baranya megyében, se az országban semmilyen kockázattal nem jár. Éppen azáltal nem, hogy egy törvényes rend keretein belül történik, ahol mindenféle ellenőrzésen átesnek ezek az állampolgárok. A hírek szerint ezek viszonylag vagyonos közel-keleti, illetve közép-keleti emberek. Lehet, hogy tudnak-e segíteni Komlónak valamiben? Hát abban biztos, hogy tudtak segíteni, hisz aki eladta az ingatlanát, az örült neki, hogy vevőre talált, hisz a mai viszonyok között nagyon jól tudjuk, hogy Baranya megyében az ingatlan árak nagyon alacsonyak, és ez az alacsony árhoz képest a komlóiak még alacsonyabbak. Az ide látogatók szerint Komló egy csodálatos környezetben fekszik, és egy élhető város. A gazdag külföldieknek, akiknek egyetlen szempont van, hogy egy nyugodt, jó környezetben, az ő környezetükhöz képest egy dimbes, dombos, zöld területen töltsék el a szabadidejüket, és ők ehhez megfelelő anyagiakkal is rendelkeznek, tehát vásárló erőt is jelentenek, így azt mondom, hogy az eladó is, az önkormányzat, a kereskedő is jól járhat, de ebből még az eladón kívül Komló városa semmilyen hasznot nem látott.